történik a szennyvízzel attól a ponttól kezdődően, amikor a lefolyón keresztül elhagyja lakásainkat, addig a pontig, amikor visszakerül a természet körforgásába? A csatornahálózatokkal összegyűjtött szennyezett vizet egy központi helyre vezetjük, ahol megtisztítjuk a természet számára káros szerves és tápanyagoktól. A szennyvíz tisztítása az egész folyamat legbonyolultabb része. A szennyezettség mértéke és mennyisége napszakonként változik, a tisztítás módját ezért ehhez kell igazítani. Ebben segít a teljes automatizáltság. A szennyvíz tisztításának sorrendje mechanikai, biológiai és kémiai. A tisztításhoz azokat a mikroélőlényeket és az általuk végzett biokémiai folyamatokat használjuk fel, melyet a természet is alkalmaz a felszíni vizeink öntisztulása során. Ehhez a folyamathoz semmilyen hozzáadott vegyi anyagra nincs szükség. Ahhoz, hogy a folyókba, csatornákba már tiszta, szintelen, szagtalan vizet engedjünk vissza, a mikroorganizmusok tevékenységét szűrés előzi meg, ami a mechanikai szennyeződéseket távolítja el. A biológiai folyamatok után pedig kiüllepítjük a vízből az iszappelyheket. A technológia során leválasztott szennyvízi szap további kezelésre szorul. Végeredményét a kezelt iszapot vagy szerves anyagot a mezőgazdaságban vagy kijelölt depóniában helyezzük el.